A gyermek segítséget vár, ezt azonban nem tudja szavakkal kimondani, csak a gesztusaival jelzi. A segélykérés ott van a szemünk előtt a kézírásban. Erre is felhívta a figyelmet előadásában V. Barna Erika. A gyermekek kézírása szinte mindent elárul. A rejtett üzenetekben tudják elmondani önmagukról, hogy érzik magukat, milyen a családi háttér. Hát nagyon markáns jelek, például a szorongás jelek. A jelek felismerése tanítható is, ami sokat segítene a pedagógusoknak, szülőknek, nagyszülőknek a gyermekek megértésében, véli a szakember. Nem csak a szorongásra, agresszióra lehet következtetni a kézírásból, de például a szuicid hajlamra vagy a drogfogyasztásra is. Sok esetben a szorongás vezeti oda, amelyből csak egy ilyen külső kódszerrel tud megszabadulni. Fontos azonban elmondani, hogy minden írást önmagában kell megfejteni. Minden írásjel csak az adott grafikus környezetben értelmezhető. A kézírás pontosan tükrözi az állapotváltozásokat, vagyis ha a gyermek gyógyul, akkor a kézírása is meggyógyul.